Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Enigmát a Fix Televízió geopolitikai magazin látják. Amikor a közelmúltban az amerikai kormányzat arra próbálta rávenni európai szövetségeseit, hogy államilag korlátozzák a szerintük nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Huawei szerepvállalását az ötödik generációs mobilhálózatok kiépítésében, már sejthető volt, hogy az Egyesült Államok sebességet vált, a kínai-amerikai kereskedelmi és diplomáciai háborúban. Néhány napja az USA valóban kapcsolta az ötödik sebességet azzal, hogy Donald Trump elnöki rendeletben tiltott meg minden amerikai cégnek mindenfajta kereskedelmi ügyletet a ByteDance vállalatcsoporttal és a wechat működtető Tencent kínai internetes óriással és ezek összes leányvállalatával, így a TikTokkal is. Kína tajtékzik, a TikTok Perrel fenyegetőzik. Egyesek szerint ez a kínai-amerikai kereskedelmi hidegháború új fejezete, más értelmezésben ez már a nyílt háború kezdete. Úgy kezdődött, hogy az amerikaiak visszaütöttek? Erről beszélgetek ma Krasznai Csaba, kiberbiztonsági szakértővel, a Nemzetbiztonsági, illetve bocsánat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusával, akit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött ide. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a nézőket! Azt javaslom, hogy haladjunk visszafelé, elképesztően komplex a jelenség, elképesztően izgalmas, és több évtizedre nyúlik vissza, aminek most talán a, a kirobbanásával, vagy az akkumulációjával találkozunk, de, de kezdjük, kezdjük a végén a történetet. Mi az a TikTok is, és, egy, és egy ilyen gyerekjáték, ami az én generációm számára csak egy ilyen ö, videós ö, bóckodó ö, alkalmazás? Hogy képes kirobbantani egy kereskedelmi háborút két ö, óriás között, mint Kína és az Egyesült Államok? Alapvetően a TikTok egy olyan alkalmazás, aminek a célja nem más, mint hogy rövid videókat, vicces, jópofa, kreatív videókat tudjanak létrehozni a felhasználók, majd ezt osszák meg, amit ugye nyilván minél többen kéne, hogy lássanak. Tehát tulajdonképpen nem sokban különbözik bármelyik másik közösségi hálózattól. Még a 2010-es évek elején volt egy Vine amerikai nagyon hasonló szolgáltatás, aminek volt egy viszonylagos népszerűsége, nyilván az ötletet onnan szedték. Agy Musicali nevű cégben jelentem ez a meg a később, amit a nap végén felvásárolt ugye ez a kínai vállalat, a Bydance, aki az egyébként a kínai belpiacon már működő szolgáltatásához csapta hozzá TikTok néven ezt a szolgáltatást. A nézők valószínűleg ott tudnak a leg, inkább találkozni az alkalmazással, hogy tetszőleges felső tagozatost, akár már alsó tagozatost elővesznek, megnézik, hogy mi van a telefonján, és jó esély, ott meg fogják majd találni ezt az alkalmazást föltelepítve. Viszont egyre többen használják idősebbek is, tehát a 20 éves generáció is. Vannak ugyanúgy influencerek, mint az Instagramon, vagy éppen a YouTube-on, vannak hatalmas TikTok partik Magyarországon például 2018 áprilisában nem csak a választás napját, hanem az első magyar TikTok találkozót is átélhettük. Ez volt az bizonyos eset, amikor a mamut bevásárolt Központ, annyira megtelt gyerekek, hogy a rendőrségnek kellett utána rendet rakni. Szóval ez egy régóta több éve velünk levő közösségi hálózat, ami elképesztően népszerű a fiatalok között. Letölthető a mai napig ingyenesen a, a Google Play-ből, meg az Apple Store-ból? Itt Magyarországon és Európában. Még... Itt Magyarországon és Európában abszolút hihetetlen népszerűsége van Magyarországon is. Miben más ez, mint mondjuk a, a YouTube csatorna? Alapvetően abban, hogy még a YouTube-on jellemzően hosszabb videókat szoktak publikálni, a hosszabb alatt ugye néhány perceseket értünk, hiszen mondjuk úgy, a média befogadása azért a mai embernek nagyjából erre a néhány perce terjed vissza, úgyhogy nekem is kétségeim vannak, hogy a YouTube-on ezt a beszélgetést, ami nagyjából egy óra lesz, hányan fogják visszanézni. Sok-sok eh, ezre meg fogják nézni. Nagyon-nagyon nagyon, nagyon, bízom benne, viszont egyetemi oktatóként is láttam, hogy minél fiatalabb generációval eh, foglalkozunk, annál hamarabb lankod a figyelem, annál inkább eh, kreatív és annál inkább eh, mondjuk úgy, hogy színes és mozgó tartalmat kell eléjük tenni. Na ez a mai fiatal tizenéveseknél még inkább így van. Tehát abban különbözik leginkább, hogy itt kimondottan rövid néhány másodperces, néhány tíz másodperces tartalmakba sűrítenek össze olyan tartalmat, ami egyébként a közadott korosztálynak hihetetlenül izgalmas. Hozzáteszem egyébként, hogy a TikTokot tartják a legaddiktívabb közösségi hálózatnak, ami a leginkább be tudja szippantani azt a korosztályt, aki nyilvánvalóan erre még nagyon fogékony. Mi lehet az oka ennek az addikciónak? Van valami különleges varázslat, vagy effektek elrejtve, valami háttér sugárzás az alkalmazásban, vagy egyszerűen annyira eltalálták a mai tinédzserek ízlését, világszerte, elképesztő népszerű, nem tudom, te, te, tudod, de vannak pontos adatait, hogy körülbelül hány, hány felhasználója van Nagy, a TikToknak? Nagyjából, hogyha a kínai piacot is beleszámoljuk, most már milliárd fölött van a felhasználók száma. Azt pontosan tudom... Egy milliárdnál több felhasználója van a TikToknak? De azt pontosan tudom, hogy az Egyesült Államokban, mert ezt most olvastam az adás előtt, 49 millió felhasználó van, és a 49 millió felhasználó egy harmada 14 éven aluli. Elképesztő. Elképesztő. Miközben körülbelül csak sejtéseink vannak arról, hogy ez mekkora a, a pszichológiai, mentális hatással van és lesz a tínézserekre az elkövetkezendő években és évtizedekben. Ne becsüljük alá az ebben rejlő üzleti lehetőséget sem. Körülbelül hány milliárdos üzlet ma a TikTok? Hát a tavalyi évben, hogyha jól emlékszem, csak uh, has, tehát csak ami be, uh, uh, a haszon kulcsú volt ezen az alkalmazáson alkohol, az 3 milliárd dolláros uh, profitot sikerült elkönyvelni egy év alatt, tehát látszik, hogy egy igen jövedelmező üzletre van szó. Egyébként mi van a sikeresség és az addikció mögött, erre még nem válaszoltam, a mesterséges intelligencia. Tehát, hogy hihetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek be a felhasználókról. Lehet most ezen vitatkozni, hogy többet vagy kevesebbet, mint a Facebook esetében. Facebook alatt ugye nem csak a mindenki által ismert Facebookot, hanem ugye az odatartozó Instagramot és Whatsappot is értjük. Tehát, hihetetlen mennyiségű adatot gyűjtenek a be. A Messenger-t is ide messenger kell érteni? Is, pontosan a Messenger-t is ide kell érteni. Az veszélyes. Ám. Ugye, gyakorlatilag a, az öt. Legtöbbet letöltött alkalmazás jelen pillanatban a telefonokra az a négy Facebook alkalmazása és a TikTok. Tehát uh -huh. ez, ezek, ezek, ezekről beszélünk. Uh -huh. uh amit lehet látni, hogy a kínaiaknál nagyon rápörögtek a mesterséges intelligencia alkalmazásra, és miután az ő célcsoportjuk egy olyan célcsoport, aki sokkal inkább fogékony a tartalmakra, tehát még a Facebook esetében az idősebbek alapvetően, akikben már van valami fék, van valamiféle kialakult világkép, hát azért amikor tizenéves gyerekeket próbálunk befolyásolni, akkor, akkor ott nincs határ. És itt az influencerek is tizenévesek, és a fogyasztók felhasználók is tizenévesek, és ezek a szerepek nagyon gyorsan cserélődhetnek. Olyannyira, hogy a napokban volt egy irgalmat nagy botrány az amerikai lapokban, arról, hogy tartottak egy TikTok influencer bulit Los Angelesben, ahol hát az átlag életkor 17 év volt, tehát őket nagyon a koronavírus azért nem fenyegette, viszont mármint, hogy belehalni nem fognak ugyan, de ettől függetlenül elég nagy volt az esélye annak, hogy maga a fertőződés keresztül fog menni, és rajtuk keresztül majd eljutnak az idősebbekhez. Tehát ők a maguk fizikai fizikai valójában abszolút, is találkoztak abszolút, egymással. Abszolút, abszolút, Tehát ma nem úgy kell elképzelni ma a, a mint mondjuk 10 évvel, 15 évvel ezelőtt, hogy akkor összejönnek a nagy hollywoodi sztárok, és akkor ott vannak a nagy bulik. Nem, ma 17-19-20 éves influencerek azok, akik hát hasonlóképpen bulizgatnak, mint annak idején a nagy hollywoodi sztárok. És akkor térjünk rá a mostani konkrét témánkra, ha már itt tartunk a... TikTok influencereknél. Azt hiszem, hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke egy életre megtanulta, hogy tartania kell a TikTok influencerektől, ugyanis a mostani botrányt, az igazi nagy háború nyílt kipattanását, az utolsó szikráját az jelentette, hogy egy túlzai kampány eseményen nagyon-nagyon blamásba, óriási blamásba futott bele Donald Trump, ugyanis a több mint 18 közel 19.000 fős stadiont egy harmadik sem sikerült megtöltenie a híveivel, annak ellenére, hogy ő már előre dicsekedett az eladott helyekkel, az eladott jegyekkel, hogy teltházas rendezvény lesz. Hogyan fordulhatott ez elő? Úgy, hogy valahol valaki, valamelyik TikTok influencer elkezdte, és ezt fölkapták, hogy a tínédzserek foglalják le előre ott a jegyet online, majd nem menjenek el, és másra hagyjanak elmenni, értelemszerűen lefoglalt helyekről beszélünk, a rendezvényre. Tehát tínédzserek megszívatták az amerikai, elnézést, hogy így Egyesült Államok elnökét, aki ezen iszonyatosan berágott, és valószínűleg akkor tanulta meg igazán, hogy mi is ez a TikTok alkalmazás, és elnöki rendeletben megtiltotta minden amerikai cégnek, hogy a TikTok és a mögötte álló kínai óriás vállalattal bármilyen kereskedelmi kapcsolatba kerüljenek, vagy bármilyen ügyletet végrehajtsanak amerikai cégek. Na, ez már, ez már uh, atombomba, viszont ami mögötte van, az már egy több évtizedes birkózás a két óriás között. Egyrészt a mesterséges intelligenciáért folyó hatalmas tudományos és gazdasági harcban, másrészt az internetes cégeik közötti harcban, és harmadrészt pedig, és nem utolsó sorban, biztonsági és nemzetbiztonsági, hogy mondjam, kémkedési, információszerzési, adathalászati harcban és háborúban, amiben azért van egy nagy különbség a két óriás között, aztán lehet, hogy te nem látod ilyen nagy különbségnek, majd elmondod, hogy hogy látod. Az Amerika, bocsánat, a kínai cégeket kötelezik arra, születésüktől fogva, tehát amint létre egy kínai cég, neki alá kell írni azt a nyilatkozatot, hogy a kínai kommunista pártnak, vagy a kínai állam bármely, nem tudom, kiágazásának, hivatalának adatokat, információkat szolgáltat a saját felhasználóiról, a saját ügyfeleiről. Míg az elvileg az amerikai cégek ilyenre nem kötelezhetők, sőt, azt mondják, hogy ez teljesen ellenkezik ugye a demokratikus elveikkel, európai cégek esetében pedig a GDPR ezt kifejezetten tiltja és a Groupban szabályozza. Na most ebbe kapaszkodott bele az amerikai kormányzat, és a CIA információkra hivatkozva azt mondják, hogy a TikTok rendelkezik egy olyan kémprogrammal, amelyik uh, rengeteg adatot detektál a felhasználóiról, és azt egy az egybe Pekingbe a kínai kommunista pártnak uh, átadják. Erre a kínaiak azt mondják, hogy szó sincs ilyesmiről, a CIA nem tud ilyesmit uh, uh, igazolni, ez csak alaptalan vádaskodás, és ők befogják perelni az amerikai kormányzatot és uh, Trump elnököt. Na erre várjunk gombot. Ezt az egész helyzetet legalább három különböző szinten kell megvizsgálni, mert nagyon összeértek a dolgok, hogy így mondjam. Egyrészt van egy nemzetbiztonsági kérdés, másrészt van egy gazdasági vonulat, harmadrészt pedig van egy politikai vonulat ennek az egész történetnek. Ugye a politikai mondjuk úgy, hogy a legegyszerűbb, nagyon egyszerű, novemberben Amerikában elnökválasztás lesz. A Trump elnökségének eredményeit hát meg lehet kérdőjelezni. Én nem Magyarországról, nem Amerika szakértőként, de úgy látom, hogy hát viszonylag csekélyek, tehát nem a legsikeresebb elnökként fog bevonulni, tehát valamit föl kell mutatni. Ugye az ő nagy kampányigérete az nagyjából kettős volt, az egyik az, hogy főhúzza a falat a déli határon, a másik pedig, hogy hazahozza a munkát Kínából. Ennek megfelelően, hát azt nem nagyon látom az amerikai médiában, hogy rengeteg falról készült videót látnák, de az, hogy Kínából haza akarja hozni a munkát, erről egyre több információ van. Hozzáteszem egyébként kis megjegyzés, hogy ha nem is haza sikerül hozni, legalább Kínából eltolni, tehát mondjuk az Apple Kínából elhoz gyárat Indiába, tehát mégsem az Egyesült Államokba haza, tehát ez sem annyira sikeres, de politikai eredményeket kell felmutatni. Ebben ráadásul ugye Trump hát személyiségéről kialakult képbe abszolút belefér az, hogy miután valószínűleg életében először ezzel a TikTok nevű fogalommal pontosan a kampányrendezvény kapcsán találkozott, valószínűleg nem tudok szebb szót mondani rá, behisztizett, és ezért akar most édes bosszút állni. Viszont mondjuk a másik cég, a Vichert és a mögötte Ten, sokkal nagyobb falatnak tűnik. Bocsánat, csak közbeszúrom, hogy amire most minden lehetősége, ereje és hatalma megvan, lévén, hogy ő a hivatalban lévő elnök. Másrészt pszichológiailag teljesen értető a helyzet, hiszen Bidennek áll az ászló nagy riválisának, ő vesztésre áll, és egy ilyen pozícióban másfél hónappal, két, szűk két hónappal a választások előtt így beégni egy kampány rendezvényen, hát érthető, hogy valakin le kell verni a balhét. Azonnal a Trump stáb is elkezdte a felelősüket kutatni ezért a leégésért. És akkor most térjünk vissza a többi vonatkozásra, a gazdasági vonatkozásra. Gazdas a... a gazdasági vonatkozás. És megint visszamennék néhány évtizedet. Tehát azt kell látni, hogy jelen pillanatban az Egyesült Államokban a legiskolázottabb, legnagyobb jövedelemmel rendelkező népcsoportok az ázsiai származásúak. Ebben rengeteg kínai van egyébként. Ha megnézzük az amerikai egyetemekben azokat a, a kutatólaborokat, a doktori iskolákat, ami ahol kimagasló eredményeket e, e, lehet látni, ott azért szép számban lehet kínai származású tudósokkal e, találkozni. Amikor 1989-ben a kommunista rezsim megdőlt és kialakult az Egyesült Államok globális hatalma, a Clinton kormányzat örömmel nyitotta meg a felső oktatását a, a, világ előtt, így a kínaiak előtt, és a klasszikus agyelszívás miatt. Úgyhogy rengeteg kínai ment az Egyesült Államokba tanulni, csak nem annyira jött össze az agyelszívás, mert hogy egy jó részük utána hazament Kínába. És azt, amit az Egyesült Államokban megtanultak, azt a kínai gazdaság felépítésére kezdték el ráfordítani. Most jelenleg tartunk, hogy a kínaiak is elkezdték az és próbálnak olyan embereket találni a nyugati elitegyetemeken, akik nem amerikaiak, de Amerikában tanultak, hogy menjenek el Kínába dolgozni, és az ott tanultakat próbálják meg a lehető legjobban létrehozni. Magyarán leegyszerű, leegyszerűsítve, az amerikaiak kitermelték a saját konkurenciájukat. Így van. Jelen pillanatban a PISA, tehát ugye az alap és középfokú oktatást mérő OECD teszten a messze a kínai oktatás tűnik a legjobbnak. És ugye a kínaiaknak van egy olyan mondásuk, miszerint ők egy 5000 éves birodalom, tehát nekik van idejük ők ráérnek befektetni a, a tudásba, és ezzel e, hát gyakorlatilag e, utolérni, és ugye a világ vezetőjévé válni. Ez tehát egy, egy nagyon fontos dolog. És hogyha lefordítjuk, kicsit az aktuális dolgokra nézzük, hát voltak éppen ugye az amerikai vállalatok közül a legnagyobbak ma, jelen pillanatban, nem azok, akik nem tudom, olajat gyártanak, vagy, vagy olajat bányásznak, vagy éppen e, autókat gyártanak, hanem az adatra, az informatikára épülő vállalatok. Na most gyakorlatilag ebbe trólkodtak bele a kínai cégek, akik hoztak hozzák azokat az alkalmazásokat, amik egyébként nem egyszer jobbak, mint az amerikai konkurens. Valóban jobbak, minőségibbek, jobban ki tudják szolgálni a felhasználói igényeket? Igen. Know-how fejlesztés is van benne, már saját. Saját uh, uh, écesz van, van benne, ami már nem másolat, hanem tényleg Így saját van. fejlesztés? Így van. Tehát a kínai gazdaság úgy indult, hogy először is elvitték az gyártást. Az olcsógyártásra kikerültek hozzájuk a csúcs technológiás eszközöknek a gyártása is, amit ott meg lehetett tanulni, le lehetett másolni. Hozzájött egyébként utána már a 90-es évek második felében a kiberkémkedés, tehát a kibertéren történő hírszerzés, amiből a know-how egy jó része előkerült, illetve föl tudták építeni de viszont a 2010-es évek elejétől már egészen biztosan, amit látunk, ez gyakorlatilag egy meglevő alapra ráépített saját fejlesztés. Tehát jelen pillanatban a kínai termékek, az informatikában az egészen biztos, egészen biztos, hogy világszínvonalat képviselnek. Nagyon sok mindenben és nem technológiai oldalról az amerikaiak mögött maradnak, így salesben, marketingben, azért bőven, bőven az amerikai váltok mellett vannak, és nagyon jól látszik, hogy milyen különbség egy kapitalizmus, illetve egy hát szocialistanak hazudott ilyen érdekes, ilyen félkapitalista rendszer között, de egyértelműen a nagy különbség a legnagyobb különbség az amerikai cégek javára az, hogy ők jobban tudják eladni a dolgaikat, illetve egy olyan kreatív közeget tudnak teremteni, tipikusan ugye a szilíciumvölgyben, ami, ami bevonza azt a külföldi tudást, amit Kínában még nem tudnak léteznek. Tehát a saját szakpillanatban, a kiberbiztonsági területen a legszebb, e, legjobb, legügyesebb vállalatok a Silicon Valley-ben jellemzően izraeli és indiai alapítású cégek. És egyre nem tartunk még ott, hogy Kínába menjenek ezek a cégek, és ott csináljanak maguknak piacot. Pontosan azért, mert az állami szabályozásoknak azért van egy olyan erős um, korlátja jelen pillanatban Kínában, ami, ami nem tud az amerikaiakkal versenyezni. Tehát ugye um, az Egyesült Államok egy tiszta, jól szabályozott, egyértelmű piacgazdaság. Kína nem az. Uh -huh. Hanem egy vegyes, minimum mondjuk azt, hogy vegyes. Illetve nem tudjuk, hogy mekkora tehertétele ez a kínai cégeken, ez a jelentési kötelezettség. De megvan, mind jogilag, mind kulturálisan meg ez beágyazott dolog természetesnek veszik, mind technikailag. Ugye a TikTok TikTokot azzal vádolják, hogy a vágólapra kimásolt adatokat egy az egyben, továbbítani lehet a, a kínai államnak, bármelyik szervét is tekintjük ennek, amivel ők azzal vál, védekeznek, hogy igen, ez a technikai lehetőség megvan, de soha senki nem tudja bizonyítani, hogy ez valóban megtörtént, és ők nem szolgáltattak adatokat a, a kínai kommunista kormányzatnak. Van ennek jelentősége, vagy ez igazából, itt, itt, ez csak egy ürügy, így is, úgy is beleszaladtak volna a pofomba. Hát ez a bizonyos vágólapról való másolás, ez ugye az Apple iOS operációs rendszerének 14-es változatú bétájában derült ki, és ez a lista, ez egy 50 alkalmazást tartalmazó lista, mint úgy a többségben amerikai média vállalatok alkalmazásai vannak, csak ezt nyilván kevésbé kapta fel a sajtó. És ez a harmadik vonulat, ugye a nemzetbiztonsági, biztonsági vonulat. Az Egyesült Államok a négy másik angolszáz országgal, Kanadával, Nagy-Britanniával, Új-Zélandal és Ausztráliával. együtt, Az öt egy, ország pontosan. Ugye most már 70 éve igen komoly erőforrásokat fektetett bele abba, hogy minden létező digitális és korábban még ugye analóg távközlési információhoz hozzájussanak. Ez ugye a jól ismert echelon rendszer, ami olyan szintre fejlesztettek, hogy tényleg gyakorlatilag nem tudunk ma digitális információt átküldeni úgy, hogy az, azt valami amerikai és hozzá csatolt kém, műhold, kémeszköz egyébként ne továbbítsa valahova az Egyesült Államok sivatagában levő nagy adatközpontba, és ott ne elemeznék ezt ki. Tökéletesen működik. Na és ebbe jött bele Kína, azzal, hogy felismerték, hogy voltak éppen, hogyha információt akarnak, már pedig az információ ugye hatalom, mint pontosan tudjuk, ahhoz nekik is képesnek kell lenni arra, hogy ezekhez az információkhoz hozzájussanak. És a, a kínai digitális vállalatok nyomulása sikerei mögött azért az is benne van, hogy gondoljunk csak a Huawei-re, Hüvei, hogyha szépen szeretném kínaiassal mondani, eh, akkor ott lehet látni, hogy voltaképpen, ha van egy olyan felszerelésem, eszköztárom, amikor pont-pont, tehát -pont mobiltelefontól mobiltelefonig tartalmazóan tartalmazó van az egész távközlési hálózatot, ahol végigmegy az adat, én, én kontrollálom, én építem, én építem, akkor ez az információhoz hozzá fogok tudni jutni. Hogyha van olyan adatalkalmazásom, amin ott van 1 milliárd, 2 milliárd, 4 milliárd ember, zárulja, mint ahogy a Facebookon így ott van 2,8 milliárd ember, akkor az azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiségű adathoz fogok hozzájutni. Ezzel az, az amerikai információ monopólium hihetetlen nagy veszélynek van kitéve, tehát nem véletlen, hogy megpróbálják valahogy eltávolítani a saját közelükből ezt a céget. De hát ezt ebben az olvasatban csak a, a, konkurencia, a kellemetlenül jelentkező konkurencia eltávítására tett kísérletnek értelmezhetjük, hiszen hogyha ha a Facebook is, a Twitter is, a Google is, a Youtube is kémkedik utánunk és adatokat szállít rólunk, ugye Mark Zuckerberg az a védekezett a szenátus előtt is, meg, a, meg az Európai Unió Brüsszeli Bizottsága előtt is, hogy hát az ő kérem szépen, lehető, nem tett róla, hát az ő adatait is ellopták, akkor, akkor miért a tiktok -tok? kell féltenünk. Ja, azért, mert az egy kommunista berendezkedés, ez meg egy demokratikusabbnak tűnő berendezkedés, vagy, vagy miért, mi, tehát egy, például egy európai felhasználó miért legyen nyugodtabb attól, hogy amerikai cégek kezelik az adatait, mint, mint az, hogy kínai cégek. Mert őket jobban ismerjük, tehát mégiscsak csak. Mm -hmm. Mégiscsak van egy nagyjából száz éves közös múltunk az Egyesült Államokkal, mm. tehát azért mm. ők mégiscsak egyen kiszámítható partnerek, mint a kínaiak, de hogyha a másik oldalról nézem, az a kínaiakkal mégiscsak kereskedünk, vagy három éve, tehát ezt, ezt nagyon nehéz bárhova is tenni. Ugye nagyon érdemes megtek, megnézni, hogy mi is a globális érdeke a két országnak. Ugye Kína alapvetően nem akarja saját berendezkedését exportálni. Kína egy kereskedő nép. A Kínának gyakorlatilag az ő közel külföldje a fontos, legyen, ha tartozom hozzájuk Hongkong és Makau, és lehetőleg Tajvan is, és lehetőleg ne nagyon piszkálják őt a környező országok, illetve ugye a dél-kínai tenger tartozom hozzá, valamint is, ugye az indiai irányba is lehetőleg azért a jóban védhető helyek azok az, azok az legyenek. De nincsenek globális jellegű érdekei, nem akarják a kínai rendszert exportálni. Viszont a lehető legnagyobb profitot akarják termelni. Éppen ezért jelentek meg Afrikában és Ázsia számos országában, sőt, itt ugye Európában is több helyen, ami most már erősen sérti az amerikai érdekeket. Az Egyesült Államok ezzel szemben, ugye amellett, hogy pusztán gazdasági érdekeit próbálna érvényesíteni, mint ahogy azt meg is teszi, és itt már számos ütközés van azért Kínával. Emellett ugye a, a ha végig, végig, gondoljuk, ugye Bush elnöknek a célját, hogy a globális demokráciai exporttal kapcsolatban, ami azért tovább ment Obama alatt is. Itt látszik az, hogy, hogy világok is, és, és hogy mondjam, filozófiák is ütköznek a pusztagazdasági érdekek mellett. Katonailag az Egyesült Államok jelen pillanatban sokkal erősebb bárkinél. De de nem csak az informatikai titkokat lopták, lopják a kínaiak, és nem csak azt veszik, hogy nyilvánvalóan a katonai területen is a 30-40 év múlva valószínűleg pariba tudnak lenni az amerikaiakkal. Tehát itt, itt amit most látunk, az nem 2020-ról szól, nem nem a TikTokról szól. Ezt mindenképpen egy sokkal globálisabb eh, eh, helyzetbe kell be, beállítani, Mi elkezdődött valahol az 1990-es években, Kína nyitásával, Kína gazdasági fejlődésével, és előre kell tekintenünk a negyedik ipari forradalom két. Eh, Építésével kapcsolatban a következő 30-40 évre is, és a nagy kérdés az az, hogy ezek az ütközetek, mert ezek még csak csaták, ezt a háborút ki fogja megnyerni majd e, a, 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 nagyjából 2050 környékén, e, le fog -e áldozni az Egyesült Államok 100-150 éves, e, e, hogy mondjam, túl hatalmának, illetve illetve dominanciájának, és visszatér-e Kína, igazából erről szól ez a csata. Uh -huh. Uh, még egy pillanatig időzünk el a, a jelenlegi ügynél, és aztán mehetünk visszafelé az évtizedekben, egész uh, a rendszerváltásig, de tényleg a 90-es évekig, amiben gyökerezik ez a kereskedelmi háború. Uh, először a, az indiaiak uh, jelezték a problémát, június 29-én, ha jól emlékszem, június 29-én betiltották a TikTokot, de nem csak a TikTokot, hanem még 58 uh, kínai érdekeltségű alkalmazást. Hoppá, ennek mi a háttere? Azon kívül, hogy az indiai-kínai határon ugye nagyon feszült a helyzet, és ott valóban említetted ugye a katonai biztonsági informatikai adatbiztonságot, vagy, katonai biztonságot. Van-e ennek ilyen vonatkozása, vagy, ez, vagy egyszerűen nekik is túl nagy volt már a, a kínai nyomulás? Hát gondoljunk bele abba, hogy hány éves az átlag katona, akit kizavarunk a Himalájába, 6000 méter magasra, 18-19-20 éves. Uh -huh. Csak nem ott van egy, ott lehet egy TikTok a telefonján adott esetben, mert hogy egyébként India messze a legnagyobb kül, elsődleges külföldi piaca a TikToknak. Tehát 100 milliós nagyság. A legnagyobb? A legnagyobb, így van. Wow. Tehát ez, Aha. Eh, ennek, emögött, em, emögött egyszerűen oh. benne volt az a lehetőség, hogy már pedig a katona kimegy oda, ahol uh -huh. neki dolga van, ott van a zsebében a telefonja, és ezt nem fél majd használni. Miért? Azért, mert a háború azért az többnyire unalmas, mert nem történik semmi. Nyilván, amikor lőnek, akkor nem jó, de alapvetően nem nagyon történik semmi. Hát már pedig azért mai fiatal jó eséllyel, az, miközben ugye áll az őrtoronyban, azért valamit csinálna, és ez az, az telefon az, amit csinálni lehet. És ezt már 2014-ben ugye Krim, illetve ugye a kelet-ukrajnai szituációban is lehetett látni, hogy az ukrán katonák dettó ugyanezt csinálták. Ugye ők a vikontak nevű orosz közösségi hálózatot használták, használgatták annak idején, és onnan posztolgattak, nézegettek, csak hát ugye vegyük, ve, de, vegyük észre, hogy a telefon az voltak éppen egy tökéletes helyadó, és hogyha egy olyan alkalmazás van föltelepítve rá, ami helyi információkat rögzít, akkor egy katonai felderítő, aki ráadásul ugye hozzáfér a forráskóthoz, hozzáfér a fejlesztőhöz, a nagyon különösen nem lesz neki problémás megnézni azt, hogy. álcán kínálják az ellenség pozícióit gyakorlatilag, a saját magát fedi fel az ellenség. Így van, onnantól kezdve valószínűleg egy, egy löveget azért elég könnyű lesz majd beirányozni. Uh -huh. Tehát nem véletlenül tiltották ki ezeket az alkalmazásokat, illetve azért benne van Indiának a saját helykeresése, belpolitikája, benne van az, hogy tulajdonképpen hova is tartozanak ők, ők, ők ebben a, az egész helyzetben. Uh -huh. ehm, és nem biztos, hogy nekik nagyon jó az, hogy a Kínának akkora teret engednek, mint, amekor a ki, mint amekorát Kína egyébként szeretne hasítani, hiszen India is a közel külföld az ő számukra. De hát eddig nekik termelték a pénzt, oké, hogy most ez nagyon jelentős érvágás lesz Kínának, hogyha, amint mondod, a eddig a legnagyobb piaca volt a TikToknak, és hát valószínűleg ennek az 50, többi 58 alkalmazásnak is az indiai 200 milliós piac, akkor ez most egy óriási érvágás lesz a kínának, a kínai cégeknek, a kínai költségvetésnek, illetve pláne, hogyha egymást erősíti az amerikai kitiltás és, az indiai kitiltás, és itt még billegnek, billeghetnek bizonyos európai országok, Hogyha tekintetbe veszük az, azt, amit a, a, a bevezetőben elmondtam, hogy már egy ideje az amerikai egyesült államok megpróbálja rávenni az európai szövetségeseiket is arra, hogy a kínai óriás cégeket, jelesül itt ugye mindig a Huawei-re gondolunk, mint zászlós hajóra, szorítsák ki legalábbis az ötödik generációs mobilhálózat kiépítésében, illetve a nemzeti piacokról, akkor hát ez egyrészt megosztja az európai országokat, mert nyilván olyan országok, mint mondjuk Nagy-Britannia, az azonnal csatlakozik az amerikai állásponthoz, de más országok pedig azt mondják, hogy nem, mert nekünk más érdekeink vannak, például Magyarország is szeretné föntartani a, a, az érdekeltségeit, illetve a, a jó kapcsolatait Kínával, és a, hát nem nagy titok, hogy a Huawei-nek kb. a 30%-os részesedése van európai szinten, tehát van mit veszítenie. Tehát nagyon nem mindegy, hogy az egyes nemzetállamok fölmondják-e a szerződéseiket, vagy arra kényszerítik-e, vagy, vagy kötelezik-e a, a cégeiket, hogy, vagy az országokban bejelentett cégeket, vagy működő cégeket, hogy fölmondják a szerződéseket a huawei vagy pedig nem. Tehát, hogy a két óriás harcában a többi szereplőnek is valahol le kell tennie a, a voksát, így az európaiaknak is. Így van. Én azt gondolom, hogy amit itt látunk, és átélünk, és aki ezt a műsort nézi feltehetőleg a biztonságpolitikával, nemzetközi kapcsolatok után érdeklődő néző, amit itt látunk, az a diplomácia mondjuk úgy, hogy legszebb e, e, hogy mondjam, példáját e, statuálják, hogy hogyan lehet egy állam e, saját érdekeit megvédeni nem katonai eszközökkel. E, mert hogy olyan finom oldalvágások vannak, időnként ugye szövetségeseken keresztüli vágások vannak, időnként olyan gazdasági kényszerítések vannak egy-egy országra vonatkozóan, amivel szépen lehet a feltörekvő új ország próbálkozásait visszanyomni, és helyére tenni őket. És azt gondolom, és sokat gondolkodtam rajta, szerintem az Egyesült Államoknak nagyjából mostanában van az utolsó lehetősége arra, hogy a kínai nyomulást, a kínai fejlődést visszatolja, nem fogja tudni hosszú távon visszatolni, hiszen mondtam, hogy ugye a kínai oktatási rendszer a világon a legkiválóbb, gyakorlatilag az ottani munkamorál messze fölötte áll mindenkinek, gyakorlatilag azok a tudások, amik most megvannak, ott ezekből hihetetlen jól lehet építkezni. Tehát évtizedes szinten valószínűleg nem fogják tudni megakadályozni azt, hogy Kína legyen a vezetőgazdasági hatalom. De ebben a pillanatban, és ugye a politika alapvetően mindig négy, éveken, négy években gondolkodik, ebben a pillanatban a regnáló amerikai elnök megteszi azt, ami az újraválasztásának a legfontosabb. Az amerikai nemzetvédelem diplomácia alapvetően a lehető legtöbbet tesz meg annak érdekében, hogy az Egyesült Államok gazdasági érdekeit érvényesítse. És a jó kérdés az, hogy és hol vagyunk mi itt közben, Európában, vagy éppen Magyarországon, milyen lehetőségeink vannak, és Hát meg, meg a gazdaságpolitikus sem vagyok, tehát ebben sem, de így, így, így érdeklődő újságolvasóként azt, azt érzem, hogy valószínűleg az Egyesült Államok még mindig tud egy olyan ajánlatot tenni az Európai Unió országainak, amivel le lehet minket választani Kínáról. De hogy ez meddig fog tartani, Ezt ebben én nem vagyok biztos. Lehet, hogy ezt az évtizedet, ezt a csatát még meg fogják érni az amerikaiak, de pontosan a felnövekvő okos kínaiak miatt, Hát szerintem hosszú távon ez menthetetlen. Hú, elképesztően izgalmas helyzet, tényleg egy ilyen, egy ilyen óriási csata kellős közepén lenni, hiszen az adatgazdaság az egyre nagyobb teret hódít, egyre nagyobb szegmenst hasít ki a globális gazdaságból is, egyre inkább érezzük a saját bőrünkön is, hogy az információ a legnagyobb érték, és bizony, adathalászat, kémke, kémke, adatlopás, ké, kémkedés és adatbiznisz is van, hiszen nagyon sokan nem fogják föl, pláne feltehetőleg a tínézser generációból főként, hogy nincs semmi ingyen. Hogyha ingyenes egy alkalmazás, akkor te magad vagy a termék. Te magad, saját magad adod, adod, el, adod el a te adataidat, a te de rólad szóló információkat használja az a cég, aminek a termékét te használod. Térjünk vissza az amerikai helyzetre még egy kicsit. Elképzelhető, hogy tényleg be fogja perelni a Trump adminisztrációt a TikTok, és akár még meg is nyerheti ezt a pert? Hiszen ugye a szabad kereskedelemre hivatkoznak. Milyen érdekes, hogy mindenki Amerikában megy nagy üzletet csinálni, oroszok is, kínaiak is, és amikor ott olyan szabadsággal találkoznak, amivel sehol máshol, és dollármilliárdos üzleteket hoznak össze, és profitot húznak ebből, de megpróbálják őket mondjuk az államhatalom visszaszorítani, vagy számukra kellemetlen intézkedéseket hozni, akkor azonnal tudnak amerikai módon érvelni. Próbálnák meg ezt otthon Kínában, vagy Oroszországban, az orosz külügyi szóvivő is azonnal hát elkezdte félteni a piacgazdaságot ettől az, el, ettől az, elnöki rendelettől. Próbálnám meg ezt mondjuk Moszkvában megtenni, vagy Pekingben. Így van. E, ugye csak most sok, sok sokszor emlegettük a TikTokot, de, de próbálom hangsúlyozni, hogy ott, ott a Tencent is ott van mögötte, és a Tencent egy lényegesen nagyobb falat. E, Ez egy vállalatbirodalom. Ez ugye? egy vállalatbirodalom. Például szerintem a nézőknek megint nem fog túl sokat mondani mondjuk a Fortnite nevű játék, ami jelen pillanatban a legnépszerűbb online játék, több, ezt is több száz millióan használják folyamatosan. A legnagyobb befektetője a Tencent nevű vállalat, az Epic Gamesnek, aki egyébként fejleszti ezt a játékot. És éppen a mai nap beszélgetésünk napján hát kezdte el nehezményezni az Epic Games és a mögötte álló Tencent, hogy vajon miért szedték le a Google Play-ről, illetve az Apple Store-ból a Fortnite-ot, hiszen egyébként az ok az volt, hogy gyakorlatilag a játékban levő pénzkereset úgynevezett lootboxokkal működik. Ez azt jelenti, hogy vannak előnk jönnek időnként ilyen virtuális ládák, amit kinyitunk, és akkor vagy van benne valami játékban értékes eredmény, vagy nincsen benne, de ezeket a lootboxokat, ezeket a dobozokat mi pénzért meg is vásárolhatjuk, és a játékgyártóknak jelenleg ebből van a legnagyobb bevétele. Nem abból, hogy megveszem a játékot, hanem kvázi szerencsejátékot játszom a játékban és az érvelés szerint ez a szerencsejáték, ez túlment az amerikai törvényeken, tehát eltiltották a, 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 ettől a, a, a gyártócéget. Na igen, nem csak, hogy a Tencent-et ezzel megint csak elvágták ugye egy bevételi forrástól. Ugye milyen érdekes? És ugye ezek az érdekességek is, Én azt érdemes nézni, hogy ezek a betiltások hogy mennek. Az Egyesült Államok azért még mindig egy jogállam, egy olyan jogállam, ahol egyértelműen a versenyt védő klasszikus kapitalista játékok vannak, kapitalista szabályok vannak, és a a rövid távú politikai haszon érdekében persze lehet ilyen rendeleteket hozni, hiszen tudjuk, hogy a politikus alapvetően képes meghozni, képes rövid távon bármit csinálni. Ugye az államhatalom is alapvetően képes lehet a politikának, a, a, a törvényhozó hatalomnak a rendeleteit végrehajtani, de utána van egy külön joghatóság, ugye a bíróságok, ahol ennek az egésznek meg kell állnia. Eh, és az én érzésem szerint azért, ami most itt történik, az az Egyesült Államok bírósági alatt nem, előtte nem fog majd megállni. Tehát itt Európában is láthattuk sokszor, hogy egy kormányhoz egy betiltó rendelkezést, akkor lehet, hogy csak 5-8 évvel később jön majd az a bírósági ítélet, ami eh, miatt kárpótlást kell majd eh, fizetni adott esetben, de addigra a cég már tönkre ment. Tehát a hatását tulajdonképpen elérte eh, az adott betiltás. Uh -huh. Úgyhogy Úgyhogy, úgyhogy rövid távon ne felejtsük el novemberben választás. A TikTok 45 napot kapott a, a héten, tehát ezek, ezek nagyon rövid határidők. Az, hogy a bíróság hogy fog dönteni, azt meg majd 2025-ben meglátjuk. Nézzük meg most a kínai oldalt is, mert eddig az amerikai, meg az európaival foglalkoztunk. Egyrészt Kína megpróbálja az érdekeit érvényesíteni a kínai cégek, vezetői nyilván, nyilván öröngenek, nyilván megpróbálnak minden jogi lehetőséget is megragadni, de azért nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. Nézzük meg az én másik oldalát is. A TikTokot nagyon sok több száz millió, sőt azt mondtad, körülbelül egy milliárd felhasználó van a világszerte, nyilván nagyon sokféleképpen használják, nagyon sok butaságot is megosztanak rajta, stb. De vannak igen, a tinédzserek között olyan intelligens felhasználók, akik egészen forradalmi újításokkal képesek el az üzeneteiket, a nagyon is fontos, akár globálisan fontos üzeneteiket eljuttatni. Az alkalmazás segítségével például van egy amerikai diáklány, egy MS Aziz nevű leányzó, én magam is láttam a mindössze 40 másodperces videóját, aki szépségápolási tanácsokba csomagolva, Körülbelül 20 másodpercben összefoglalja a Kínában az újgur átnevelő táborok összes emberjogi problémáját, és ezáltal valószínűleg tudatosan olyan mértékben sértett kínai érdekeket, hogy letiltották a, TikTok fiókját. Na most ez, ennek, ebben nagyon sok érdekes mozzanat van. Az egyik az, hogy a lány az amerikai verziót használta, amin elvileg nincs kémprogram, illetve ami elvileg nem kötelezett jelentésre a kínai állam felé, tehát ezt, tehát ezt nem szankcionálhatnák, nem cenzúrázhatnák. Vagy ha mégis ezt tették, akkor fölmerül a kérdés, hogy nem mondanak igazat a kínaiak, és ilyen szempontból nincs különbség a kínai és a, és a nem kínai verziók között. A másik az, hogy a történet nem ért itt véget, mert a kislány bekeményített, és azt mondta, hogy ő továbbra is fogja az üzenetét eljutatni, csak más csatornákon, akkor használja a Twittert, használja a Facebookot, és használja az összes média csatornát erre. Hogy, vajon ezért, vagy más tényezők miatt nem lehet tudni, a cég visszavonulót fújt, a TikTok nyilvánosan bocsánatot kért a lánytól, helyreállították a fiókját. Milyen tanulságai vannak ennek a történetnek számodra? Hát a leginkább azt, hogy borzalmasan fontos egy cégnek a PR, és miután túlságosan, ugye az amerikai piac egy fontos piac. Volt még, ez ugye ez a, ez a történet még bőven a, az elnöki rendelet előtt történt meg. Igen, ez tavaly ősszel történt, azt hiszem novemberben így van, így van, tehát akkor még a TikTok egy közösségi hálózat volt, amelyik megpróbált terjeszkedni az amerikai piacon. És az amerikai piacon nagyon-nagyon fontos az, hogy milyen PR-ja van az adott cégnek, tehát önnetől kezdve valószínűleg az ott levő, egyébként amerikai menedzserekkel van teletöltve az amerikai titok, vagy a nemzetközi titoknak a, a bordja. Ebben látták azt, hogy ha választaniuk kell a, a jó és a kevésbé jó megoldások közül, akkor az a, leg, az a legkevésbé fájdalmas, hogyha ezt visszaállítják, és várják, hogy elmúljon maga a botrány. E, viszont számos más tanulsága is van az ügynek például, hogyha... Amerikában is cseréljük ki a, mondjuk a Facebookra a TikTokot, és gondoljunk bele abba, hogy a TikTokon egy politikai hozzászólás miatt letiltanak egy fiókot. Mi, le, mi lett volna ilyenkor a mondás? Az, hogy hát sajnálatosan megsértette a közösségi elveinket. Hogyha Facebookon tette hogyha Facebookon, Facebookon történik ez. Zárójel, a TikTok egyébként ugyaneve hivatkozott, amikor letiltotta, tehát nem azt mondta, hogy a párból megkaptuk az utasítást, hogy téged rúgni, <laughs> hát nyilván, nem. hanem azt, hogy megsértette a közösségi elveket. Mit tudunk mi tenni felhasználóként, hogyha a Facebookon letiltják a profilunkat? Hát semmit. Tehát egyrészt a közösségi elvek elően rugalmasak. Másrészt pedig nincs az a bíróság, aki ezzel tudnék menni és meg tudnám védeni. De Kínában és a TikTokkal dettó ugyanez a helyzet. Um, be, beszélt újgurát nevelő táborokról, hogyha mondjuk nem tudom én, a hasonló helyzet történik, és egy külföldi, mondjuk egy, nem tudom én, Irakban egy e, e, síta hitszónoknak a, a e, dolgai kerülnek föl mondjuk a Facebookra, ahol azt mondja, hogy már pedig az összes amerikai kutyát meg kell gyilkolni azért, mert hitetlenek és a többi. Vagy a Guantanamo-i támaszponton történt emberi jogsértésekről beszél. Igen, mellem. akkor valószínűleg rögtön terroristának fogják elkönyvelni, és az echelon rendszer teljes képességével állnak majd rá, és valószínűleg ugye drónnal fogják kivégezni. Tehát ehhez képest az amerikai kislány még olcsó megúszta, mert ezt a fajta lépés, nem lehet, nem fogják megkapni Kínától. Tehát azért ez egy nagyon két, két kulacsos játék, és e, megint előfordul, és akkor hol van jobb helyen, de, de, de hogy Kína tulajdonképpen egy kommunista diktatúra, az Egyesült Államok pedig a szabadság hazája. És látjuk, hogy minél jobban belemegyünk ezekbe a hasonlóságokba, annál inkább látszódik, hogy azért ezek, ezek a hasonlatok ezek nem feltétlenül e, tudnak megállni. És újra azt mondom, hogy itt, itt európai székből ezt egy nagyon-nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert hát jobbra nézek, balra nézek, Sörülök annak, hogy egyik országban sem élek, hanem itt élek, és, és próbálom ugye az európai elvek alapján felhasználni a hálózatot. De nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy miért is igazából problémás az, hogy ilyen cégek, mint akár a Facebook, akár a TikTok, akár az Amazon, akár a többi technológiai cég föl tud akkorává nőni, hogy milliárdos nagyságrendben vannak felhasználói. Tehát a, melyik a legnagyobb ország ma? Szerintem ezt amikor utoljára itt voltam, Igen. ezt a kértést, és a válaszok az a volt, Facebook. hogy a Facebook köztársasága maga 2,6 milliárd állampolgárával. Igen. Tarthatatlanak ezek a helyzetek. Tehát a nemzetállamok, mint olyanok, olyan szinten érzik azt, hogy veszélyben vannak ezekről a cégektől, hogy ma kivétel nélkül, belértve az Egyesült Államokat is, a lehető legmagasabb politikai szinten próbálják meg ezeket a szabályozásokat valahogy helyrehozni. És akkor most vessük egy kicsit vigyázó szemeinket Kínára, mi történt egy olyan országban, ahol ezek a digitális technológiák a tömegével, tehát milliárdos nagyságrendben használják. Gyakorlatilag az állam a digitális technológiák adta lehetőségeket, a saját jogrendjével beépítette az állam szolgálatába. Azaz, ugye ez a Social Credit System, a közösségi kreditrendszer példa egy nagyon jó mutatja, hogy hogyan lehet az emberről a legapróbb információkat is összeszedni, és ez alapján pontozni, azaz segíteni azt, hogy az államhoz lojálisan működjenek az adott emberek. Tehát miről is beszélünk? Az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, de ugyanezt történik, azzal az egy különbség, hogy ez nem egy rendszer, hanem egy lehetőség, amire, hogyha van egy bírói felhatalmazás, egy bűne, bűneset esetében, akkor maximálisan kihasználják. Na de, a Facebook esetében, ha nem amerikai állampolgárokról beszélünk, és tömeges megfigyelésről, nincsenek ám ilyen fékek. Hú! Beszéljünk még egy olyan vonatkozásról, ami, ami eddig nem került szóba. A Microsoft cég, ami az összes internetes óriás közül hát talán az első nagy mastodon, most már mondhatjuk azt, hogy az ős lények közé tartozik, az első nagyok közé az Apple mellett, maga is e, e, tengelyt akasztott e, jó néhány éve az Egyesült Államokkal, aztán viszonylag jól jött ki ebből, végül is mégsem darabolták föl a trösztelenes törvényre hivatkozva, de ez sokáig billegett azért a létsz. Azóta Bill Gates, illetve a Microsoft elég jó e, kapcsolatot ápol az amerikai kormányzattal, meglehetősen lojális szinte minden tekintetben. A Microsoft, amelynek hiányzik a portfóliójából ez a típusú, a videó megosztó alkalmazás, tehát mindene van, de eddig ilyet nem fejlesztett. Vételi, ajánl... Vételi szándékát jelezte a TikTok felé. Mondván, hogy ő fölvásárolna a TikTokot, és ez neki nagyon jól jönne. Érdekes módon úgy tűnik, hogy az amerikai kormányzatot ez a verzió nem zavarja. Most akkor ezt hogy kell érteni? Ha a Microsofton keresztül az amerikai költségvetést fogja gazdagítani, a TikTokból befolyó dollármilliárdok, illetve amerikai cég fogja birtokolni ezt a kémprogrammal is rendelkező alkalmazást, akkor innentől kezdve semmi probléma? Akkor, akkor mi nem mehet? Business as usual? Megint csak egy tágabb kontextus, belpol, amerikai belpolitikai kontextus tudnék mondani. Ugye Nemrég az amerikai kongresszus előtt négy technológiai cég vezetőjének kellett nyilatkoznia arról, hogy tulajdonképpen a saját területükön hogyan is váltak monopollá, ugye az Amazon volt, a Google volt, az Apple volt, illetve a Facebook volt. A Microsoft nem szerepelt otthol, ott, holott, hát azt tudnám mondani, hogy az üzleti szolgáltatások területén azért, azért igencsak vannak olyan területek, ahol meglehetősen monopolisztikus jellegű szolgáltatások vannak. Csakhogy ugye a Microsofttól eltérően a másik négy cég Alapvetően a szilícium völgy, tehát Kalifornia mélye. Onnan származnak zárójel, ugye az új amerikai Joe Bidennek az alelnök jelöltje Kamala Harris Kalifornia államnak volt a főügyész és kiváló kapcsolatban van a technológiai cégekkel. Tehát alapvetően a Trump kormányzat ugye egy nagyon-nagyon demokratának, ellenségesnek könyveli el Kaliforniát és a Silicon Valley, itt nem nagyon találják a közös hangot. Ezzel szemben a Microsoft, aki nem, onnan, nem, nem oda valósi, és egyébként az egyik legnagyobb amerikai informatikai beszállító, mindig is baráti viszonyban volt az amerikai kormányzattal, és valóban egyébként nagyon hiányzik neki a platformjából egy ilyen közösségi hálózat, tehát ennek megfelelően miért is ne engedélyeznék, és miért is ne támogatnák. Ugye a Microsoft valószínűleg mindenkinek a Windows jut az eszébe, meg, a, meg az Office program csomag, de azért nem szabad elfelejteni, hogy e, e, ugye az Xbox e, és a mögötte levő e, játékhálózat alapvetően lehet, gyakorlatilag Gövék az egyik legnagyobb játékhálózat, amiben tökéletesen belepasszolna a, e, amúgy e, a TikTok és a hozzá hasonló szolgáltatás, hiszen ugye a játékok, mint olyanok, jelen pillanatban ugye az esportok kapcsán csak gondoljuk végig, hogy Magyarországon is ugye kiemelt kormányzati támogatást kapnak az esportok, tehát ez egy új nagy um, gazdasági um, hatalmat jelenthet. Na most gyakorlatilag egy ilyen közösségi hálózattal és berángatva egy milliárd embert, akár még Kínából is, ahonnan a Microsoft nincsen kitiltva, tehát ez egy igen kiváló piacot tudna jelenteni, igen kiváló szinergiát tudna jelenteni. Hogy egyébként szétválasztható-e a TikTok amerikai és egyébként új-zélandi, e, ausztrál és e, e, kanadai e? operációja, ami e? szintén a csomagban szerepel, technikailag elválasztható, efelelő erős kétségeim vannak. Másrészt pedig azért a TikTok már működik egy pár éve, tehát azok az adatok, amiket eddig összegyűjtöttek, hát azok nem fognak feltétlenül átkerülni. Tehát ez megint egy kicsit a, a színháznak a része, amikor nemzetbiztonsági okokról beszélünk, de gazdaságilag ez egy hihetetlenül nagy duranás lenne. És ebben a pillanatban megszűnnek a nemzetbiztonsági agályok? Akkor, akkor, hova fogja továbbítani az adatokat a, a TikTok alkalmazás? Hát akkor majd amerikai jogrend alá fog tar tartozni, tehát majd tud az eselonnak szolgáltatni információkat, illetve nyilván, hogyha amerikai állampolgárokról van szó, akkor meg majd a bírói felhatalmazással lehet bármit is tenni. Ezek a nemzetbiztonsági aggályok is, is, is olyanok, hogy, hogy értem én, hogy mi, mi mindent lehet csinálni a TikTokkal, vagy bármilyen más alkalmazással. Hát mégiscsak informatika területén dolgozom, hát meg kiberbiztonság területén, tehát nagyon sok mindent el lehet érni ezzel, de igazából eddig senki nem tett le nyilvánosan vagy szakértők részére olyan bizonyítékot a TikTokkal kapcsolatban, huawei kapcsolatban sem teszem hozzá, Amiről százszerzalékig azt tudok volna, hogy na ez most már fáj. Az lehet, hogy közben a, a nemzetbiztonsági szolgálatok egymás között cserégetik ezeket az információkat, tehát az, hogy a huawei uh -huh. egyébként szépen csendben kezdik kipaterolni európai országokból, mögött azt feltételezem, hogy tényleg van egy ilyen füstölgőpisztoly, amit azért csak megosztottak a többi országgal is. Na de a TikTokkal kapcsolatban azért ilyenről még nem feltétlenül értesültünk. Végezetül a rendelkezésünkre álló pár percben próbáljuk meg a közeljövővel kapcsolatban prognosztizálni az eseményeket. Mi várható? Azt látjuk, hogy tényleg egy magasabb fokozatba kapcsolt ez az informatikai tech, high tech információvédelmi, és összességében globálisan pedig gazdasági háború, gazdasági és diplomáciai háború a két nagy óriás között, amiben így vagy úgy belevonódik a világ túlnyomó többsége a globális piac révén. Mi lesz a, melyek lesznek a várható fejlemények? 45 napon belül megtörténik-e ez a kitakarítás az amerikai piacról, amit az elnöki rendelet elrendel, ez hogyan fog feltehetően hatni az amerikai elnök, jelenlegi amerikai elnök kampányára, mi lesz később ezekkel a kínai cégekkel, mennyire valószínűsíthető, hogy a Microsoft beszáll ebbe, és egyáltalán összességében a kínai és az amerikai információs piac és high-tech háború milyen irányban fog változni? Merre fog? Hát eldőlni, ezt nem merem még mondani, mert valószínűleg több évtizedes háború fog itt kibontakozni. De, de de mire kell számítsunk a következő hónapokban, években? Valószínűleg az amerikaiak ezt a csatát meg fogják nyerni. Ugye? Most szintén egy nagyon-nagyon-nagyon friss hír, hogy gyakorlatilag a Huawei, aki ugye mobiltelefonokat is gyárt, egyszerűen kezd kifogyni az alkatrészből, amiből telefonokat tud gyártani. Az embargó miatt? Így van, így van. Tehát látszik az, hogy az a, a, a kölcsönös függésükben alapvetően még az amerikaiak állnak jobban. E, és rá, tudnak olyan helyzet, tudják olyan helyzetbe hozni a kínai vállalatokat, ami, ami nekik kellemetlen lesz. Um, valószínűleg a negy, következő 45 napban, illetve hát amennyi még hátra van belőle, uh, nyilvánvalóan a PR, a politikai PR uh, szintjén minden kínai vállalatot kiraknak az Egyesült Államok vállalatára, és minden munkát haza fognak hozni Kínából. Hogy ez egyébként Trumpot mennyire menti, ebbe felül kétségeim vannak, tehát uh, itt azért a koronavírus járvány, ahogy én olvasom az amerikai sajtót, ez egy lényegesen komolyabb, a, meg a tüntetés, pont lesz, a meg tüntetés a tüntetések pontosan, tehát a Floyd George féle tüntetések, ezek lényegesen nagyobb hangsúlyt a mozgalom, igen. És, és alapvetően ezek fogják eltönteni az amerikai elnök választást, uh -huh. és hogyha nagyon nagy földindulás nem történik, akkor jó eséllyel Bidennek fogják hívni a következő elnököt. Aki lehet, hogy visszavonja ezt az elnöki rendeletet, és helyre fog állni az eddigi... És egész helyzet. biztosan nem fogja, nem fogja visszavonni az elnöki nem. rendeletet, mert hogy egyébként amit látunk, ezt egy konferencián fogalmazta meg nekem egy amerikai kül kül külszolgálatban, diplomáciában dolgozó úriember, hogy úgy tekintsünk erre az egészre, hogy ez tulajdonképpen ez az amerikai külpolitika, amit itt látunk. Aha. Tehát vannak nyilván, nyilván olyan elemei, ami, ami Trump személyiségéből következik. Ezeket valószínűleg azért egyel udvariasabb formára fogja váltani mondjuk az új a kormányzat, hogyha lesz ugye váltás benne, hogyha marad a jelenlegi kormányzat, akkor ez még hisztérikusabb lesz. De alapvetően ez a, ez a fajta csendes visszanyomulás ez egészen biztosan meg fog maradni. De, de a kínaiaknak is, az amerikaiaknak is alapvetően a nap az az érdekük, hogy hogy ez egy mindenki számára előnyös, de az amerikaiak számára kicsit előnyösebb megállapodásban kulminálódjon. Ugye a kiberbiztonsági területen van egy emlékezetes momentum, amikor olyan szinten lopták már az adatokat, a know-how-t, a tudást az Egyesült Államokból a kínaiak, hogy ez vállalhatatlan volt. 2015-ben akkor Obama és Xi Jinping találkoztak, egymás kezébe csaptak és megállapodtak arról, hogy akkor most szépen udvariassan le fognak állni a kínaiak ezzel a történettel. és gyakorlatilag egy éven belül ez már nem volt probléma, az oroszok voltak a, 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 fókuszban, és Kínáról senki nem beszélt. Tehát nyilván, nyilvánvalóan ez egy tarthatatlan állapot ebben a pillanatban a Kínának, és én, ahogy én a kínai történelmet követtem, vagy a kínai politikát követtem, jó eséllyel sokkal inkább érdekeltek a megállapodásban, sem, mint hogy eszkalálják ezt a helyzetet. Tehát nem az oroszokról van szó, ez Kína, nekik, ők ráérnek, nekik van idejük. És mint említettem, az idő egészen biztosan Kínának dolgozik. Sokkal nagyobb probléma lesz a mindenkori amerikai kormányzatnak, hogy hogyan fogják tudni ezt a tudás transfert, ami megtörtént, ezt visszabillenteni, és hogyan tudják helyrehozni a saját tudásgazdaságukat, miközben az Egyesült Államokból azért az Egyesült Államokon kívül azért most egyre többen kezdenek kiábrándulni, tehát kezd egy igen rossz piárja lenni az Egyesült Államoknak, és igen sok olyan megjelenés, és nem csak a jobboldali, szélsőjobboldali, konzervatív sajtóban, hanem nagyon sok más helyen is, problémává válik például ugye az egyetemeken levő cancel, culture, vagy éppen a, a, a véle, vélemények elég egyirányú mondását. Európából valószínűleg, akik ebben a kultúrában nőnek föl, nem feltétlenül akarnak azzal szembesülni, ami amerikai kampuszon van. Tehát nekik a saját házuk táján is nagyon sok mindent kéne tenni annak érdekében, hogy, hogy visszanyerjék azt a fajta vonzást, ami a korábbi évtizedekben megvolt mert most ezek kezdek kicsit elveszni. De az Egyesült Államok azért ezt egy pár már megtette. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz, de jelen pillanatban nekem nagyjából ennyit látok a helyzetből. Krasznai Csaba egyetemi docensnek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinktől is elbúcsúzunk, köszönjük figyelmüket. Tartsanak velünk a jövő héten, ugyanitt, ugyanekkor várjuk Önöket a képernyők előtt, figyeljék, nézzék, támogassák az enigmát a viszontlátásra.